Na, mi pedig hívjuk Puzsér Robertet, ugye, aki hát mondhatni tulajdonképpen most jelen pillanatban éppen vágóisvába szállt bele egy kicsit, és baja van a kvíz professzori megszólítással, a tevékenysége. Már összefoglaltam, nem akarom magunkat ismételni. Aki olvasta Puzsér Robinak az írását a Facebookon, az tudja, hogy nagyon sok mindent kér számom most éppen egyébként ugye Vágó Istvántól, és hát a pózolt intelligenciát említi, és az, hogy már pedig ugye Vágó István segítséget használt többek között a Legyen Ön is milliómosnál, és ezért az az image, amit ő felépített magáról, a quiz professzori image, ez nem állja meg a helyét. Sőt, mi több, kihívta Vágót egy párbajra, amikor is Visvár által megjelölt témakörökben ő szállít 100 darab kérdést, és ha 75 kérdése tudja István a választ, akkor ő nyilvánosan viselheti, bocsánatot kér, és viselheti a quiz professzori címet. Hát picit fura számukra az, hogy miért van a Robi szerint most ennek aktualitásának a kérdésünk, miért hozta elő most ezt a Vágót. Igen, erről is beszéltünk, hogy Bálint nevű kérdés hallgatónk írja, hogy nem lehet, hogy Puzsér nincs tisztában azzal, hogy a gold csak ismétléseket ad, és ezért aktualitásként kezeli. Gyerté a goldot nézett, és azt mondta, hogy ez micsoda. Önmagában a téva felvetés ugye nem rossz, mert hogy van egy csomó olyan kvízműsorvezető, aki valóban nem állná meg így a helyét, csak hát megint a stílus. Puzséros. Igen, hát Puzséros, ő egyébként ezt ugye a saját műsorában a Szubjektíven említette, hogy a műsoraiban az óra elé voltak írva a válaszok, és hát tulajdonképpen is nem is konkrétan arról beszél, hogy most ott voltak-e a kérdés az adott válaszok, vagy nem, hanem maga a kvíz professzorság hazug mítosza, amit az Isten fölépített magára hosszú évek, évtizedek alatt. Ez mennyit ártott igazából, és hát azért, hogy az oktatás is többek között beleragadt a 19. századi kicsit lexikális tudás számon kérő múltba, az igazából többek között annak is köszönhető, aki azonosul ezzel a szereppel, hogy Vágó István quiz professzornak nevezi. És az SZDSZ-nek. Jó, hát kicsit. Van benne minden. Na, mindjárt meghallgatjuk Robit, aztán felhívjuk Vágó Istvánt, és megkérdezzük, egyáltalán elfogadja a kihívást, mit szól ahhoz, amit Puzsér mondott, és összeállít-e valóban 10 darab témakör, amiben a Robi kiír majd sok-sok kérdést, és lesz ebből bárbaj. Mindig szórakoztató, amikor a Robi valaki meg kicsit beleszáll. Én legalábbis nagyon szeretem. Én a Puzsért is nagyon kedvelem. Remélem, hogy ha az összecsapásban belemegy a professzor, akkor ez valamilyen nagy nyilváros hely, mint a Szimacsarnokban lesz esetleg, vagy az arénában, vagy valami. Belépő díjas. Na, itt van velünk először Puzsér Robert. Hello, Robi, jó reggel. Ciao. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Kívánunk. Örülünk, hogy itt vagy. Nem is tudom, hát sok-sok évvel ezelőtt beszéltünk így utoljára rádióműsorban. Na. Azt hittem mondod rá, hogy és nem is hiányzott. Többen kérdezik, és ezt mi is felvetettük, hogy most. Hát Vágó most már nincs képernyőn, ismétlések vannak, annyi mindenki mást megtaláltál volna, vagy annyi mindenki másról írhattál volna. Miért pont a Vágó, miért pont most? Hát az az igazság, hogy a 30-40 év viszonylatában őrizgetünk egy hazugságot Vágó Istvánnal kapcsolatban, és sosem késő tisztázni ennek az igazságtartalmát, hogy sosem késő szembenézni ezzel. Hát így fölvetődik az a kérdés, hogy miért most, mondjuk egy terápiában, miért most nézel szembe a gyermekkorodnak a traumáival. Hát fogalmazhatunk úgy, mondjuk meg lehet ezt kérdezni egy 30 vagy 40 éves korában terápiás ülésben éppen a gyermekkorának a traumáit feldolgozó embertől. Hiszen ez már annyira régen volt, 30 vagy 40 évvel ezelőtti dolgok. Mi értelme van ezzel foglalkozni? Mi értelme van ezt firtatni? Hát addig azt gondolom, hogy nem csak az egyénnek van egyéni kortörténete, hanem egy közösségnek is van kollektív kortörténete. Azt gondolom, hogy soha nem késő feltárni egy hazugságot, soha nem késő szembenézni egy nagy generációs hazugsággal, soha nem késő tisztázni azt, hogy mi az igazság abból, hogy a lexikális tudás az egyenlő intelligencia, továbbá, hogy a kvíz az valójában egy nemzedék felnőttségének, vagy érettségének, vagy szkeptikusságának a fokmérője. Ezek azok a fogalmak, amelyekkel a lexikális tudást
Oké, tehát tulajdonképpen csak, hogy mindenki... Igen, mindenki értse, amit állítasz, Robi, az ugye tulajdonképpen az, hogy a quiz professzorság hazugság mítoszával akarsz leszámolni, és azt mondod, hogy, vagy azt állítod, hogy a vágó igenis már pedig ismerje be, hogy ő látta a Legyen Ön is milliómosban, vagy láthatta, vagy megjelen neki a képernyőjén a válasz, és ez egész mítosz, amit ő felépített magáról, ez egyfajta hazugságkép, a quiz professzori mítosz. Így van, így van. De nem pusztán ez hazugság. A szkeptikus, a szkeptikus értelmiségi hazugsága. Ez a nagy szkepszis a világgal kapcsolatban. Érdekes módon Vágó István szkeptikus a világ minden egyes tényével és állításával kapcsolatban, vagy minden egyes véleményével és állításával kapcsolatban. Gyurcsánnyal kapcsolatban ez a szkeptikus. Jó, hát a politikai szállat nem tudjuk megkerülni, nyilván a politikai szállat, de mi most jelen pillanatban ezt tudom, hogy nehéz megkerülni a ti esetetekben, meg az ő esetében, de most mégis inkább ezt azt mondom, hogy értem ezt a szállat, aha, de kevésbé akarunk a politikai szállat foglalkozni. Te miért nem kérdezed meg a kollégákat, vagy a milliómosban dolgozottakat, vagy miért nem próbáltál akkor ennek utána járni, hogy gyerekek, tudtok-e arról valamit, hogy az Istvánnak mi volt a képernyőjén, ott lehettek-e a válaszok? Megpróbáltam utána járni és? Ennek a kérdésnek. És azt a választ kaptam, hogy természetesen ott voltak a válaszok. Természetesen ott voltak a válaszok. Természetesen a műsorvezető tudja a válaszokat a feltett kérdésre. Természetesen be van avatva abba, hogy mi a helyes válasz a feltett kérdésre. Teljesen nyilván. Hol van ezzel egyébként a baj, ha mondjuk a műsorvezető, amikor a kérdés megjelenik, akkor neki is megjelenik a kérdés, ő mondjuk nem tudja, hogy melyik kérdés jött, de mondjuk utána megjelentek bizonyos információk. Miért érzed ezt bajnak, vagy miért baj ez? Csak az a probléma, hogyha az adott műsorvezető eközben folyamatosan azt demozza, hogy ő valójában ezekre a kérdésekre nem tudja a választ, ő ugyanolyan kétségek között örlődik ebben a helyzetben, mint a versenyző, de hát ugye a hozott intelligencia, ami egyébként nem más, mint lexikális tudás Vágó István világában, az őt kisegíti ebben a helyzetben. Hát ugye ezt azért már csak tudjuk, hogy hány ablaka van a madridi királyi palotának. Hát ez azért már olyan mértékben a hétköznapi tudásnak, hasznos tudásnak a része, ugye? De ha mondjuk tudja, akkor az téged zavar? Vagy ez téged idegesít? Vagy ezt ember nem tudhatja? És ez zavar? Vagy mi zavar pontosan? Hogy tudná? Miért hozunk létre egy olyan műveltség étoszt, amely egy teljesen jelentéktelen lexikális ténynek, amiből aztán semmi nem következik, a madridi királyi palota ablakainak számának tulajdonít egy ilyen kulturális étoszt. De ezt csak te akarod ami gondolni. Egy ilyen ritka levegő műveltséget, amiben nagyon kevesek beavatottak, mint Vágó István. Tehát azt mondod, hogy az a szellemiség, amit a Vágó képviselt, hogy ő ezzel önmagát a te értelmezésed szerint feljebb helyezte, mint más, és a lexikális tudást egyfajta kiváltságnak bemutatva élte meg, és helyezte magát a többi ember fölé. Erre gondolsz, hogy ezt akarod sugalni, hát ezt mondod? Hogyne? Hát Vágó István megmérte az ország IQ-ját. Hát nem emlékeztek ti erre, hogy volt egy ilyen műsor, hogy Vágó István az ország IQ-ját méri. De hát, Robi, azért ez ismerik, hogy Vágó István lexikálisan az ország 99%-ánál egyébként hát műveltebb és sokkal több mindent tud, tehát azért ült tőle nagyon sok mindenkivel vitatkozni, beszélgetni, igen, különböző műsorban, és azért kiderült, hogy azért rendre a Vágó jött ezekből ki győztesen, tehát azért az nem feltételezés, vagy az nem egy közhiedelem csak, hogy azért a Vágó lexikálisan, azért valójában tényleg baromi sok mindent tud. Nekem ez úgy tűnik, mintha téged ez bántana vagy zavarna. Meg ráadásul most két különböző dologról beszélünk, mert az IQ meg a lexikális tudás az ugye nem feltétlenül ugyanaz. Igen. Természetesen zavar az, amikor egyrészt intelligenciának állítják be a lexikális tudás nemzedékek számára, másrészt pedig rettenetesen zavar, amikor a tárgyi tudásnak az étoszából itt ácsolnak nekünk egy ilyen kulturális emeldényt, amire természetesen föláll Vágó István, természetesen onnan föntről ő hirdeti ezt az étoszt, és arra hivatkozva, hogy ő több tárgyi adatot tud, mint az országnak a 90, nem tudom én, 5%-a, ami egyébként egy bemondásra
mindenki által el lett híve. De te hallottad vala a vágótól, aki azt mondta, hogy én többet tudok, mint az ország XY százaléka? Vagy hallottad a vágót? De ezt Vágó Istvánnak nem kellett mondania, mert Vágó István minden gesztusával ezt sugározta. Vágó István volt ez. Na jó, de Vágó István hibáztatti azért, mert az... Vágó István nem kell mondanod soha. Hiszen te vagy Vágó István. Értem, de te... Ahányszor kilélegzel és belélegzel, ezt oké, de a posztodban odáig mentél, hogy tulajdonképpen az oktatás lexikális tudásra épülő halmazát, mivel én se értek egyet, és azt gondolom, hogy nagyon más kéne már tanítani a gyerekeknek, egyenesen nagyjából tulajdonképpen a vágó rovására írod, hogy akik őt Krisz professzornak meli nevezni, az tulajdonképpen benne van ebben a kollektív hazugságban azért, amiért az oktatás még ott tart, ami nagyjából a 19. században volt, hogy már pedig a lexikális tudás. Igen, Vágó István ennek a reklámarca Magyarországon. Mi van még a Vágó rovására? De egyébként már nem reklámarca, Robi, hát már egyébként nincs voltam, is. De várj, nincs is. Hát most... Ezt a Vágó soha nem mondta, érted? Ő nem mondta, a Robi azt mondja, hogy sugalta. Sugalta, hát az, hogy egy televízió műsor... Sugalta, hordozta, személy által hordozta, nem kellett mondania soha. Zászlajára tűzte. Na de akkor voltak a nagy tévések, az Egri, a Vágó, hát akiknek ilyen jellegű műsoraik voltak. Nem, hát arról van szó, hogy a vágó, a lexikális tudásnak az étosza az arról szól, hogy te biflázzál egy életen át, és akkor Vágó Istvánnál olyan sikeressé, olyan meghatározottá, olyan kulturális igazodási ponttá fogod fölgyúrni magadat, természetesen adatokon keresztül. Tehát számolgatod a madridi királyi palota ablakainak a számát, és a végére egy ilyen kultúremberré válsz. Ez a legfőbb hazugság. És akkor te most párbajra hívtad őt, tehát azt mondod, hogy állítson ő össze 10 darab témakört, amit ő nagyon kedvel, szeret, nagyon ismer, és abból te összeírsz neki 100 darab kérdést, jól értem? Pontosan, mérjük meg. Mérjük meg ezt a páratlan tárgyi tudást. Mert hogy ez évtizedes viszonylatban lett bemondásra elfogadva. Hogy Vágó István már pedig ez, Vágó István már pedig ez. De akkor állításod szerint ezeket ő nem tudja? Igen. Pontosan. Aha, azt állítom, hogy nem tudja, és miért is tudná, és miért is kéne tudnia. Nem én állítom, hogy ez egy hasznos tudás. Nem én állítom, hogy ez a tudás Vágó Istvánt az intelligencia reklámarcává, vagy kampányarcává tette Magyarországon évtizedes viszonylatban. Ezek tények. Már csak az kéne, hogy ennek a fedezetét fizessük be egész konkrétan az életben egyszer úgy, hogy Vágó István előtt nincsenek ott a válaszok. Aha, tehát te azt akarod, hogy Vágó István bizonyítsa be azt, hogy ő az, akinek nagyon sokan gondolják, és amit ő maga is sugalt a gesztusaival? Vágó István egy média hazugság. Vágó István az nem az, aki. Vágó István nem egy magánszemély Magyarországon. Vágó István hiába írja ki önmagával kapcsolatban a Facebookra profilba azt, hogy ő nyugdíjas, egyrészt ő egy parlamenti pártnak az alelnöke, nem egy nyugdíjas Magyarországon. Amikor én bírálom Vágó Istvánt, akkor én nem egy nyugdíjas bírálok. Tehát itt ne az legyen már, hogy én beleszállok egy kis nyugdíjasba. Ő az egyik parlamenti pártnak az alelnöke, jelenleg Magyarországon. De akkor miért nem azt az oldalát ütöd, Robi? Akkor üsd azt az oldalát, tehát menj neki annak, hogy ő egy parlamenti pártnak a tagja. Ment már neki, Robi. Mentél te már annak is neki igazából. Nem kisebb probléma ennél, de nekem nem Vágó Istvánnal van konfliktusom. Nekem a lexikális tudásnak ezzel az étoszával van konfliktusom, amelyik abból indul ki, hogy ismereteket kell átadni a gyereknek, nem pedig képességeket arra, hogy az ismeretek között boldoguljon, és az ismeretek között megtalálja az ő számára éppen aktuálisan szükséges... Ebben nagyon egyetértek ezzel, meg nekem is nagyon sok bajom van, igen, hogy már nem az a lényeg, hogy tud, hogy mikor volt, hanem tud, hogy hol találod, hogy keresed meg, hogy használod az internetet, igen, tehát az a fajta lexikális... Na igen, tehát, hogy ennek a régi tudásnak, ennek a régi meghaladott tudásnak a reklámarca. Itt van, hát a 19. századi oktatásban vagyunk, mindig ebben tökéletes igaz, erről sokat beszéltünk mi is. Azért nem az oktatás
oktatási hivatalnak megyünk neki, mert arra nem kapja fel a fejét a nép. Tehát kellett egy ilyet megkedszemélyesíteni egy Vágó Istvánnal? Ezt a dolgot? Na jó, de hát könyörgöm, de erről nem az oktatási hivatal tehet, hanem Vágó István. A posztmodern korban, de nem a hivatal, de könyörgöm, természetesen a posztmodern korban nem a hivatalok döntenek arról, hogy mi micsoda, hanem az ilyen hősök. Az olyan hősök, mint Vágó István, aki a hőse valaminek, a szimbóluma valaminek, aki hordoz valamit, amit az emberek tisztelnek, amire az emberek felnéznek, aztán ezt egy napon arra használja, hogy MVP-t. Tehát le kell rombolni Vágó Istvánt, le kell rombolni a mítoszt, és akkor megváltozik az oktatás. A komplet magyar társadalom a legkiszolgáltatottabb volt minden szeméttel kapcsolatban, ami a határon beömlött, akkor Vágó Istvánnak a rendszerváltás pillanatában az MV-t kellett értékesíteni ezzel az étosszal, az MV üzletet, multilevel marketinget, aztán meg a gazdasági versenyhivatal által számos alkalommal elmarasztalt, hitelminősítő céget kellett hirdetnie. Tehát, hogy igazából ez járt a magyar társadalomnak az intelligencia szimbólumától Vágó Istvántól. Oké, de aztán ebben a posztban beleszálltál a Dombiba is, aki ugye megvédte a Vágót, te pedig elmondod, hogy Dombi is mit csináljon, és hogy milyen teljesítménye van, és hogy hányszor múlja alul magát. Tehát kicsit kap a Dombi is. Hát Dombi azt felvetette azt, hogy én nem tudok alkotni, és mivel nem tudok alkotni, ezért mások alkotásába tudok csak rossz indulatúan beleszállni. Mert hogy így én nem tudok. Igen, azt mondta, hogy Puzsér Robert egyszerűen csak kivárta, amíg a sutyóság és a rossz indulat és az alkotás képességeit a mások alkotásaiba történő belerugás értékesebb lett, mint maga az alkotás. Na már ez nem egy rossz megfogalmazás. Kíváncsi, hogyha Vágó Istvánnak van saját alkotása, de Puzsér Robertnek nincsen, mi ez? Miben áll az alkotás fogalma? Abban, hogy a kis Dombovári István, amikor még gyerekkorában, kicsi gyerekkorában nézte a tévét, és látta azt a nagyon-nagyon sok okos embert a tévében, hogy villódzik a képernyőben a Vágó István, és minden kérdésre tudja a választ. Hát igen, ez a teljesítmény, ez a kulturális teljesítmény. Ilyesmit lerombolni, egy ilyen gyönyörű étoszt, melynek a jegyében a magyar emberek láthatnak egy igazi ilyen quiz professzort. Maga ez a fogalom, hogy quiz professzor. Maga ez a, ami úgy viszonyul ugye a professzorhoz, ahogyan a valódi tanárhoz, Havas Henrik. Úgy viszonyul, úgy gondolom a quiz professzor a professzor intézményéhez. Robi, nagyon köszönjük, nagyon kerek volt, meghallgatjuk akkor a másik oldalt is, jó? Hallgass, ha van kedved, nyilván fogod. Így legyen. Jó? Fél kilenc után hívjuk Vágó Istvánt. Jó? Szeretünk volna együtt beszélni, csak az idő rövidsége miatt külön tudunk benneteket meghallgatni, de neked nagyon köszönjük, várjuk az újabb. És a quiz vetélkedőnek mi helyet adunk, ha meg akarjátok csinálni, hogy itt nálunk meg így lehet. Van. Itt mindjárt megkérdezzük Istvánt, hogy vállalja. Robi, köszi, vigyázz magadra, ciao. Puzsér Robertnek, köszönjük szépen! Hello. Gyerekek, rögtön reflektál erre Vágó István, hívjuk mindjárt a hírek után. Rengeteg hozzászólás, rengeteg komment Puzsér Roberttel készített beszélgetésünk után. Nagyon sokan felhúzták magukat, verekedni akarnak. Hát egy megosztó személyiség. Gyerekek, egy megosztó személyiség, neki ez a feladata, Robit, ezért szeretjük, hogy hát mindig megtalál valakit, aztán az illető vagy reagál erre, vagy elengedi a füle mellett. De valamit mégis jól csinál, mert a nagy többség, akiket Robi megtalál, valami olyan húrt pedít meg bennük, hogy az illető nem hagyja szó nélkül, és hát reflektál a felvetettekre, ahogy ez történt ugye Vágó István esetében is, akinek leginkább az fájt, hogy az ő munkásságát az SZDSZ munkásságát hasonlította Robi. Egyébként remek érzékkel, mert tudta, hogy nyilván Pista erre válaszolni fog. Van. Ez a betetés, ez a bojli. És ugye az előző fél órában meghallgattuk Puzsér Robertet, hogy mi is a baja pontosabban a quiz professzori mítosszal. Most pedig itt van velünk Vágó István. István, jó reggelt kívánunk neked, ezer éve, hello! Szevasztok! Jó reggel! Jó reggel, kicsit lemondó a hangot. A magyar rádiózás legnagyobb sztárjaival beszélek? Hát, köszönöm ezt szépen. Így van. Bocsánat, a quiz professzorral beszélünk? Vár, mindjárt. Azért kérdezem ezt, mert hogy a műsorot felvezető spotjában állandóan hallom, hogy a három név és a magyar rádiózás legnagyobb sztárjai. De ti ezzel sose tiltak. Hát ez olyan, mint neked a quiz professzor. Hát tudjuk, hogy nem pontos, így van. De... Pontosan ezért mondom. Na most a különbség csak annyi, hogy én viszont a quiz professzor elnevezés ellen tiltakoztam.
Előkerestem ehhez a beszélgetéshez a Velvetnek egy 2006-os cikkét. Még egyszer mondom, ez 12 éve volt. Az a címe: Vágó István nem akart quiz professzor lenni. Az az érdekes, hogy én ezt a cikket bemutattam a Facebookon a Kuzséréknak, vagy Kuzsérnak magának, nem reagált rá. Tehát ő tudja, hogy nem én terjesztem magamról ezt a quiz professzorságot, hanem ezt valahogy rám ragasztották. De én a magam részéről szóltam ellene. Itt van, Vágó István nem akart quiz professzor lenni. Ez egy blik interjúnak egy kiemelt része. Hát ez igen, na, valószínűleg ez egyébként ez lehetett itt a probléma, a István, hogy ez egy belvetszik, és nem pedig az akadémiai értesítő. Mert akkor Puzsér biztos értesült volna róla egyből. Na de várjál, Puzsér egyre azért konkrétabb, hát biztos hallgattad ugye a beszélgetést, ő azt mondja, hogy már pedig neked ott voltak a válaszok, és te hamisan állítod azt, hogy neked nem volt ott semmi. Jó. Ő tudja, akkor, hogy ott voltak a válaszok akkor, a monitorodon. Igen, hazudik. Na most akkor tegyük ezt a dolgot tisztába. A licenc maga, és én emiatt nem is akartam elvállalni ennek a műsornak a vezetését 2000-ben. Ki volt kötve, hogy a műsorvezető nem ismerheti a kérdéseket, ez így is volt, nem tudhatja, hogy milyen kérdés jön elő, és addig kell a játékos csűrni, csavarni, amíg az egyik röpülről válaszol a másikra megy, ehhez azonban érdekelnek. Viszont amikor a játékos megjelölte a választ, tehát amikor már nem lehet visszahozni, akkor kijöttek, vagy nem jöttek ki plusz információk. Tehát én csak akkor tudtam meg, hogy jó-e a tipje a játékosnak, meg az enyém, amikor ő már ezt megjelölte. Akkor ott voltak megjelölve alá. Tehát ez a helye. Én nem tudom, hogy ti vezetetek már valami félelvetélkedő, kérdésfelelet vetélkedő. Úgy, ahogy te soha. Próbálkoztunk, de nem sétálok bele a csapdádba. Azt kérdezem, hogy a Puzsér veletek kapcsolatban tett fel olyan kérdés, hogy jöttök ti ahhoz, hogy ti megmondjátok, hogy a játékos válasza jó vagy. Na most a Puzsér nem kis halakra halászik, ő a legnagyobb bálnát akarta megszakadozni. Ilyen gundeltakácsok, meg Rákóczi Ferik, meg Sebestyén Balázsok, meg ilyenek. Kaptam sokat tőle. Ebben a témában viszont nem. Viszont ő egyébként azt elítette, és hallottad az előző beszélgetést, hogy neked még a gesztusaid is arról árulkodtak, hogy te nyilvánvalóan tudod a választ. Tehát, hogy amikor te azt mondod, hogy nem tudtad a választ, nem ismerted a kérdésem, illetve a kérdésre való válasz helyességét csak akkor tudtad meg, amikor megjelent a képernyődön a helyes válasz. Amikor ő már ezt megjelölte. Uh-huh. Hát de te tudhattad előre is, anélkül, hogy ő megjelölte, ha te biztos voltál nem abban. Nem tudhattam. Hát a saját tudásodból, nem? Hát ha tudod, hogy... Ja, akkor tudhattam, igen. Akkor igen. Nem így van? De abszolút így van. Na most valamit szeretnék mondani a lexikális vetélkedőkkel kapcsolatban. Tulajdonképpen Puzsér nem engem bírál, hanem az RTL klubot. Ő választott egy olyan vetélkedőt, amely szerinte a lexikális tudásra épül. Azért nem engem kell izélgetni. Ugyanúgy, mint ahogy azt mondja ugye az előző beszélgetésben, hogy jövök én ahhoz, hogy én megmérjem a magyarok IQ-ját. Nem én mértem meg, hanem a Marsi. RTL klub. A Marsival együtt csináltuk. Igen, nem tudom, hogy a Marsit miért nem izélgeti. Bocsánatot kérek. Szóval, hogy akkor őt is éppen úgy kritika érhetni. De hát ez egy műsor. A Legyen Ön is milliómos egy műsor, amire ő azt mondja, hogy felháborító, mert lexikális tudásra ébült. És az IQ mérés is, ugye, mi volt annak a címe? Nem tudom már. Nem tudom, mi volt. Szóval, de volt már. Te abban nem szerepeltél? De egyszer voltam, igen. Na, ugye. Igen. De azt nem én csináltam, hanem az RTL klub. Hát hogyan ahhoz, hogy azt mondja, hogy én megmértem, de hogy is, ez egy választott műsor, ahol ez volt a műsorvezetőnek a szerepe. Egy mondatot szeretnék mondani arról, hogy ez lexikális tudás, vagy nem lexikális vetélkedő, vagy nem lexikális. Ha az a kérdés például, hogy mi Franciaország fővárosa, erre van egy jó válasz, meg néhány rossz válasz, ugye felírva. Na most mi a fenét töltöttünk egy ilyen típusú kérdéssel, akár negyed órát is ebben a műsorban. Nyilván úgy, hogy eldiskuráltunk magáról a témáról.
És mondhatok egy példát arra, hogy... Igen, hogy... de egyébként a Robi is mondott erre egy példát, és mondjuk nem egy ilyen triviális példát mondott, hogy mi Franciaország fővárosa, hanem mondjuk az, hogy te úgy adtad elő természetes kérdésként, és természetes olyan kérdésként, amire tudni kell a választ minden egyes embernek, hogy például a madridi királyi palotának... Álljunk meg, rosszul mondja, az Escuriára gondol, ő az nem Madridban van, csak szólok. Nem tudhatod, hogy ő mire gondol, nem tudhatod, hogy mire gondol, és nem tudod, hogy a Robinál nem lehet tudni, mire gondol. Tűzre, jó, mert ő nem hozta szóba az Escurial, te meg igen, és ezzel mit érsz el megint, igen, hogy megint öntömjénezed magad, mert te tudod, hogy Escurialnak hívják. Na jó, itt az Escurialról van szó, mert annak az ablakszámát szokták ilyenkor felemlegetni, de az nem az itt van. Na jó, ennyit erről. A dolognak az a lényege, hogy egyébként, ha legyen ön is milliómos, te voltál már abban a stúdióban, Balázs. Voltam, igen, hát meg megcsináltuk a készletverést veled, persze. Igen. Ott egy kérdéssel eltöltöttünk több percet. Nem az, hogy igen vagy nem, jó-e a válasz, vagy nem jó a válasz, az a lexikális kérdés. Hanem hosszan beszélgettünk, csűrtük, csavartuk, én elmondtam ilyen érvet, olyan érvet, anélkül, hogy tudtam volna, hogy mi erre a helyes válasz. Rengetegszer előfordul. Amikor például az volt a kérdés, hogy melyik csapat stadionja Bernabeu. Most segítek, a Real Madridé. Miközben nekem a Bernabeu név nagyon katalánosan hangzik, hát nem spanyolos, és én megpróbáltam, mert nekem az volt a meggyőződésem, hogy a jó válasz a Barcelona, mert nem értek én a focihoz. És megpróbáltam segíteni a hölgynek, hogy elvigyem a Barcelona felé. És elmondtam a katalán nyelv, a spanyol nyelv, a hangzás, a lexikának az összes területe felé, aztán kiderült, a hölgy nem fogadta el. De egyébként miért? Mondtam, igen? Megjelölte a Bernabeut, és neki volt igaza, nem nekem. Miért reagáltál a Puzsérre? Tehát miért nem engedted el? Mert ugye hasonlított az SZDSZ munkássághoz, és mondtad, hogy ez fáj igazán, és mondtad, többen tanácsolták, hogy engedd el, de te mégsem tudod, mert annyira érzek egy úrokat pedig. Miért nem engedted el? Hát nem jobb az ő esetében ezt elengedni? Azért, mert a Puzsérnak ez már többedszeri próbálkozása, hogy belém rúgjon. Egyszerűen én nem értem, hogy miért kell, miközben ő tudja, hiszen utána nézze, tehát ő tökéletesen tisztában van azzal, hogy meg van jelölve a helyes válasz, hogy nincs megjelölve, ha egyszer utána. Más nem mondhattak, csak azt, amit én most elmeséltem nektek. De mégis állandóan kóstolgat, hogy ez neki miért jó, azt én sejtem, és ez az, amiről ti nem akartok beszélni, nyilván az ellentétes politikai meggyőződés. Nyilván van ebben egy politikai vonal is, igen. Akarom gyorsan mondani, mert azt mondta, hogy én egy parlamenti párt alelnöke vagyok, nem vagyok parlamenti párt alelnöke, ezt is rosszul tudja, lexikálisan. De szeretnél az lenni? Nem. Elvállalod a kihívást, ami elé állított, hogy válasz meg, vagy nevez meg 10 darab témakört, és ő összeállít 100 darab kérdést? Ez azért egy agyrém, mert ő maga állítja, hogy a lexikális tudás nem egyenlő az intelligenciával. Na most, ha bebizonyítja magáról, hogy ő lexikálisan sokkal jobb, mint én, akkor azzal mit fog bebizonyítani, hogy intelligens? Nem, hiszen maga az alapkoncepció, az ajánlat alapötlete azon nyugszik, hogy az IQ és a lexikális tudásnak semmi köze egymáshoz. Én ezt nem így gondolom, de ez egy magát. Ő nem magával akar ezzel összehasonlítani, hanem az, hogyha te exakt módon 100 kérdésből 75-re tudod a választ, akkor ő nyilvánosan bocsánatot kér, és te jelölöd meg a 10 témakört, amiből te felkészülsz, vagy amit a legjobban szeretsz. Mert elismeri, hogy valóban a lexikális tudás alapot ad bármire. Hát pontosan az ő életműve az, hogy a lexikális tudás, a lexikális adatoknak az ismeretének semmi köze ahhoz, hogy valaki művelt, okos vagy intelligens. Én magam soha nem állítottam ilyet. Abszolút agyament az ötlet. Tudom, hogy mit akar bebizonyítani, hogy én hülye vagyok, de attól még persze lehet, rosszul mondom. Lexikálisan nem vagyok felkészült, ugye ő ebben indul ki, ennek ellenére lehetek intelligens. Vagy azt akarja mondani, hogy én lexikálisan nagyon is felkészült vagyok, de hülye vagyok, mint az ország. Nem vagy az, akinek hiszi az egész ország. Ő ezt akarja. Tulajdonképpen ennyi. De most mit csinálják, hogyha egy színész tökéletesen játszik egy király szerepet? Akkor ő neki fog menni annak, hogy Laurence Olivier nem is volt Hamlet, vagy mit akar bebizonyítani?
Hát nyilván itt nem a bizonyításról van szó, hanem arról, hogy szó legyen róla, vagy hogy mindig világos. Valamit kavarjon maga körül, persze. Világos, de egyébként hogy... azzal egyetértesz, amit ő mond az oktatásról, hogy erre a fajta lexikális tudása már nincs szükség, és ami régen nagyon fontos volt, az jelenkorban már egy kevésbé fontos, hogy az oktatás még mindig megragadt a 19. század, és ennek mondjuk te vagy az oka? Ez jó, hogy hozzátetted. Hát ez abszurd. Jó, de hogy maga abszurd. Az oktatás még mindig arra bazíroz, hogy a lexikális tudás, ami kevésbé abban, fontos. Maradjunk abban, hogy ennek az egésznek az RTL klub az oka, mert megvett egy olyan licencet, ami ezen az alapon játszódott, amit így kellett vezetni. Ennek következtében kiválasztott engem, szerénységem tiltja, hogy elmondjam, hogy egyébként akkor, amikor ez megjelent a számban, akkor éppen 56 országban játszották ezt a televíziós műsort, amelynek ugye ő szerintük én voltam a legjobb műsorvezetője, mert én álltam a legközelebb ahhoz, amit a licencadók elképzeltek, ezt te tudod, Balázs. Igen, nem? Igen, hát igen, így akkor működik a kiválasztás. Megkerestek engem is, csak mondtam, hogy akkor még egy délutáni talkshow van, de gyerekek, nem várjatok még néhány évet. Akkor te még óvodába jártál. Jó, de hogy erre a fajta lexikális tudása ma már kevésbé van szükség. Ezzel egyet értesz? Nézd, a lexikális tudásnak és a lexikális adatoknak a használatának az együttesére van szükség. Most teljesen másról beszélünk, mint a Puzsérnak a kritikája. Ugye? Én nem vagyok oktatás elméletes. Én oktatás kutató. Ne is kérjétek ezt tőlem számon. Én csináltam egy műsort, amiben az volt a dolgom, hogy azt csináljam, amit láttatok. A nemzetközi összehasonlításban ezt nagyon nagyra értékelték. Én nem vagyok pedagógus, pedagógia elméletes. Nem tudok erre válaszolni. Azt csináltam, amire a licenc engem szorított. Ezt akarták, hogy ilyen legyen a műsor. Amiről a Puzsér beszél, az a Legyen Ön is Milliomos nemzetközi licencének a kritikája. Jó, én abszolút értem. Én ezt úgy csináltam, ahogy ez elő volt írva, én első akartam fogni, ez borzasztó fontos, ezt te tudod, Balázs. Én első akartam vállalni ezt a műsort, mert megtiltották nekem, hogy ismerhessem a kérdéseket. Miközben egészen addig, 2000-ig az összes műsoromnak kérdéseit én állítottam össze. Ez volt az első, ahol nem ismerhettem a kérdéseket. Meg volt tiltva, és ezt rendszeresen ellenőriztem. Igen, ezt a posztodban is leírtad, hogy így van. Elisz, de ezt ellenőriztem. De miért nem olvasta ezt el a Puzsér? Jó. Miközöm nekem a pedagógia elmélethez, miközben én egy televíziós műsort csináltam, ugyanúgy azt a licenc adó elvízta. Mit csinálsz mostanában egyébként, zenéjaget? Tudom, hogy egyrészt mit csinálsz, azt tudom. A másik, igen. Nem vagy alelnök, hanem elnökségi tag, azt tudom. Elnökségi tag, de... igen, de nem javítottad, ti látszad. Jó, hát tudom pontosan, hogy a Robi is mire gondolt. Egyébként mit csinálsz? Utazol, zenélsz? Kicsit finoman politizálsz. Nem is olyan finoman. Igen, a tévé hiányzik, vagy nem hiányzik? Letetted, és vége van. Nem, hogy abszolút jól vagyok. Nézd, hát én nem sokára elérek egy nagyon szép gyerekkort. Mi a francot akarok én? Még mikor is 2010-ben engem kirúgott a televízió, ezt nagyon jól tudjátok, Rákóczi Feri különösen. Ő rúgatott ki. Igen. ez így volt. Jó, szóval, igen, de ebben te most nem utána? Én 2000... Mindenki után jött valaki, mint ahogy utána is jöttem valaki, és mégsem ő rúgatott ki. Tudom. Nem, most ezt a vegyétek, hogy bár. Csak jelzem, hogy 2010 óta én egy új életet vezetek, nem televíziózom, hanem politizálok. Na, mert csak ugye utazgatsz, akkor mindenképpen menjél el majd István Madridba is, mert van ott egy Palacio Real nevű palota, egy királyi palota is. És ott számolja meg az ablakokat. Az ablakokat, igen. Jól van, örülünk, hát nem lesz akkor nyilvános vetélkedő közted és a Puzsér között, bár ezt szívesen levezettük volna, és vállalkoztunk volna erre, de hát tudjuk, hogy a Robi miért csinálja. Szerintük simán meg lett volna a 75%. Igen. István, köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra. Köszönjük szépen, Vágó Istvánnal, köszönjük, ciao. Igen.
Azért ő nagyon tudja, hogy hogy kell, nem? Persze. A maga Quiz Nobel-díjas hangján elmondta, hogy azért mégiscsak ő nagyon okos. De én szeretem. Szeretem őt. Őt is nagyon szeretem. Figyelj! Ki a hibás az RTL. Hih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